Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mézó is, szeptember 30-án. A mai naptól kezdve Szaturnusz bolygó direkt Lajfig, így nevezzük német nyelvű területen, lefordítva, hogy tudnám mondani, előre megy, igen, Szaturnusz bolygó előre megy, változnak az események, Szaturnusz bolygó, az a sorsok bolygója, lesznek itt sorsdöntő változások, egy más irányban mozognak az események. Az indiai számítás szerint ebben az évben és jövőre is Szaturnusz bolygó a bak jegyében van, tehát ott, ahol a horoszkópotokban a bak jegye van, amelyik életházban, ott lesznek sorsdöntő változások. A mai napon a Hold és Neptun bolygó találkozik, ez egy úgynevezett konjunkción, és együtt hatnak. Ők hasonlók, kihatnak az álmainkra, a vágyainkra, az érzelmeinkre, és azt nagyon intenzíven érezzük. A mai napon a Hold a Purva Patra holdházban található. E felett, a holdház felett Aya Ekapada uralkodik. Aya lefordítva annyit jelent, hogy valami vagy valaki, aki még nem született meg. Ekapada, az a Shiva teremtő istennek egy más alakja. Shiva istennel áll összefüggésben az indiai mitológia szerint. Itt lesz egy új form. Ennek a Shiva istennek egy más alakja, de még nem látható, mert még nem született meg. Hogy hat ez ránk a mai napon? Lesznek változások, lesz egy új irány, egy új kezdet. Valami kialakul, valami új fog kialakulni, de ez még nem látható, mert még nem született meg. Ez egy terv vagy egy gondolat. A mai napon még mindig van egy visszatekintő Mars bolygó és Szaturnusz bolygó között egy úgynevezett kvadrát aspektus. Ezek nehézségek, kihívások, különösen a férfiaknál ez a Mars energia. Vagy mutatja az erőnket, és mivel itt nehézségek vannak, erőtlennek, fáradtnak érezzük magunkat. Mivel Szaturnusz bolygó megváltoztatta az irányt, és előre haladnak az események, áttesszük magunkat, ezeken a nehézségeken érezzük újra az erőnket. Az, amit elérni szeretnénk, az még nem látható, erre utal a mai holdház. És ez volt a mai felvételem, Mizó is, szeptember 30-án. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!